Voltak idén kiváló fogyatkozásaink, most ugye a holdfogyatkozást fogsz majd egy összefoglalót adni. Június 15-én volt egy nagyon hosszú és állítólag nagyon sötét holdfogyatkozás. Igen. Vagy világos, vagy, a fejed vagy hosszú. A sötét. Átadom a szót Szabó Sanyinak. Erről lesz szó. Ugye nem mindig borult az idő, szerencsére. Amikor látványosabb jelenség van az égen, akkor általában szerencsénk szokott lenni. Januárban volt egy napfogyatkozás, biztosan emlékeztek rá, január 4-én. Hát a köd... Ja? Igen, csak olyan a következő? Nagyon jó. Január 4-én volt egy részleges napfogyatkozásunk, amit a köd eléggé megzavart az ország nagy részén, de akik fölmentek magas hegyre, vagy ugye Győr, Veszprém, Nagy Kanizsa, talán vonaltól nyugatra észleltek, ott nagyon szép derültség volt. Erről a Polarisban volt már egy összefoglaló. Most a júniusi holdfogyatkozásról fogok beszélni, ami június 15-én országszerte nagy sikert aratott, gyönyörű szép derült időnk volt szinte mindenhol. Valahol Vas és Zala megyében voltak felhők, néha zavartak, de aki akarta és kimerészkedett az ég alá, szinte mindenki látta. Hogyha megnézzük ezt az ábrát, akkor észrevehetjük a januári napfogyatkozáshoz való hasonlóságot. Akkor ugye a téli napforduló után voltunk kb. 2 héttel, most meg a nyári napforduló előtt voltunk 1 héttel. A hold meg a nap mindkét esetben nagyon hasonló helyen tartózkodott az égen, ami azt jelentette, hogy délkeleti égbolton nagyon szépen lassan, ugye fölkelt és nagyon lassan araszolt fölfelé az égen. Hát akinek mondjuk zavartak a tereptárgyak, az nem sok mindent látott belőle. Jó helyet kellett keresni. A másik, ami észrevehető ezen az ábrán, ugye itt alul látjuk, hogy hol látszott a Föld melyik részéről, éppen a különböző kontaktusok idején hol látszik a hold a zenitben. Ugye látható, hogy nagyjából nálunk itt kelt. Ugye amikor belépett a teljes árnyékban, az előtt valamikor itt már a horizonton látszott, de nagyon magasra nem emelkedett még a jelenség végén is, hogy ott vagyunk a Föld peremén. Viszont a hold az egy centrális fogyatkozást okozott, ami azt jelenti, hogy majdnem az umbra közepén ment keresztül. Aminek ugye fényképeken látni is fogjuk, hogy nagyon sötét fogyatkozást eredményezett, valamint volt még valamikor májusban Izlandon megint pöffentett az a vulkán valamelyik, és ugye elég sok anyag került a levegőbe, és ez is általában sötét fogyatkozásokat szokott okozni. Ez egy másik ábra ugyanerről, ugye itt azt látjuk, hogy a különböző kontaktusok idején éppen hol kell a hold. Hát végig ugye Afrikából, vagy Kelet-Afrikából látszott meg, Nyugat-Ázsiából. És a magnitudója, ugye ezt a nagy értéket szoktuk nézni, 1,7, tehát a holdnak ez a pereme, ez a 1,7 hold átmérőnyire volt a szélétől. Tehát majdnem centrális volt, amikor centrális, akkor 1,80 valahány századot szoktak mérni. Hát Magyarországról nézve, itt én nagyon sok képet válogattam össze a jelenségről, amit ugye elértem a különböző fórumokon, vagy weboldalakon. Szerencsére jó idő volt, és elég fotós, amatőr társadalom már alakult át szinte mindenki. Tehát a megfigyelések végzése általában a gép kattintgatásba merül ki sok esetben, ami nagyon jó, mert nagyon látványos képeket látunk. Ez a gyarmati Pistának a fényképe, ugye a Debreceni nagy templomnak a tornya van rajta. Ha jól látom, és ott a kelő hold, ugye éppen most még menetel bele az árnyékba. Koszta Zoltán felvétele a kelő holdról, itt még nagyobb a fázis. Ugye nagyjából amikor felkelt, akkor még ugye azt láttuk, hogy már az első kontaktus az elindult, tehát nagyjából ilyen kétharmad vagy feles holdnál figyelték meg az emberek. Nagy különbségek voltak a délkeleti országrész meg az északnyugati országrész között, ugye nagyon alacsonyan jön a hold. Szerintem majdnem negyed óra is volt a holdkelte időpontja között. Ez is a Zoltánnak a képe, Sepsiszentgyörgyről fényképezte, akkor azért van még ilyen nagy fázisa a holdnak, ugye az még jóval keletebbre van, mint Magyarország.
Macó Andrásnak a fényképe gyönyörű szép, hogy a Zselic, ugye, valahol Zselic környékén, ott Kaposvár környékén fényképezte, ahogyan ott a zselici erdőség mögül kibukkan a hold. Hopp. Itt ahogy jött följebb, és valami kis felhőzet, egy réteg felhőzet volt, és az eltakarta. Német Kornél felvétele, alul a hold, fölül pedig a nemzetközi űrállomás. Szerencsére kétszer is átvonult ugye Magyarország fölött a hold felhőzés alatt. Először még olyan 9 óra körül, segítsetek nekem, ha nem akkor volt, vagy 3-9-kor, még nagyon világos volt, éppen kelt a hol, a második az pedig 11 óra után volt. Akkor már teljesen sötét volt, már teljes árnyékból jött kifelé a hold. Ugye bemutatások alkalmával egy plusz bónusz volt, hogy jé, ott az űrállomás. Volt, aki távcsővel követte is, például én is, kint volt ugye a Dobson távcső, amit gyorsan megnéztem, nagyon szépen látszanak rajta a propellerek, vagyis a napelem táblák a részletei. Hát elég nehéz azért követni, hogyha a részleteket akar az ember látni, akkor nagy nagyítás kell, akkor meg azért manőverezni kell, főleg amikor elég magasan van. Ismét német Kornél felvétel. Látszik, hogy amikor kelt a hold, mi mennyire világos volt. Ugye hát napforduló előtt vagyunk egy héttel, hát a északi középhegységben szinte nincs is csillagászati éjszaka, végig szürkület van, tehát nagyon hosszú volt ez a szürkület, ahogy a hold ment be az árnyékba, és még a totalitás idején is igazából szürkület volt, hogyha ez a sötét fogyatkozás több dolognak a számlájára is írható, ugye az egyik volt az, hogy centrális fogyatkozás volt, másrészt az a vulkanikus tevékenység, harmadrészt pedig ugye szürkület volt. Hogyha most ez télen van és a zenitben van a hold, akkor valószínűleg azért sokkal fényesebbnek látszott volna mindenki által. Pócsai Sándor felvétele, nem tudom, hogy ez melyik templom. Valaki? Nem tud senki segíteni. A Rumpf Barnabás Sopronból, ezek a Sopron keresztúron vannak ezek a propellerek, ilyen szélkerekek, és ott közöttük kell fel a hold. Deutschkreuz. Más nyelven. Dobson távcsővel készült, egy 20 cm-es Dobson távcsővel kattintott rá. Hát még nagyon világos volt, látszik is. Kicsit nagyobb nagyítással ugyanez a kép. Ugye a beszámolót is elég sokan írtak, a következő Meteorban olvashattok is nagyon sok részletet róla. Hát olyan sötét volt a holdfogyatkozás, hogy sokan, főleg Budapest környékén, volt, amikor észre sem vették a holdat, tehát nagyon keresni kellett, hogy éppen most merre is van és ez hol van. Ez talán csak a 1992-ben, decemberben volt egy holdfogyatkozás, amikor itt Magyarországon szinte mindenhol borult volt az ég, egy-két ilyen felhőjük volt, ahol lehetett látni. Ahhoz a holdfogyatkozáshoz lehet hasonlítani. Szalai Péternek Szombathelyről készítette ezt a montást, hogy a kelő hold meg itt közben, amiket fényképezgetett. Ugye mondtam, hogy Vas Zala körül itt volt felhőzet, ami néha zavart, máshol annyira nem. Tóth Tamás képe. Ez is, és itt most már lassan a hold megy be a teljes árnyékba. Még látjuk, ugye ez a felső csücsök még kilóg, de már a nagy része benne van. Itt már azért sejteni lehetett, hogy elég sötét fogyatkozás lesz, hiszen ott a belső, ami az umbra középpontjába irányába mutatott, ott már azért nagyon sötét volt. És itt már nagyon kicsi van a holdból, ezen a képen. Egy kicsit összekeveredtünk, én ezt szántam első képnek. Nem népsorba rakta, vagy nem tudom mit csinált. Busa Sándor Harka kötöny környékén készülődik a holdfogyatkozásra, és éppen a fényképező felszerelését, távcsövét kicuccolta. Hát itt hangulat kép hozzá. Ismét a nagy templom. Ez is már ugye a teljesség előtti néhány percben volt. Látom, ez is jól ki van világítva lentről. Nem sajnálják a fényt hozzá.
A közvetítés tatai csillagvizsgálóból, illetve Székesfehérvárról Teplicki Istvánék Teplektor most újabban közvetít, hát mindent közvetít, holdfogyatkozást is. Szerencsére borult idő sehol nem volt, de aki akarta, az interneten tudta követni a holdfogyatkozás menetét a Galileo Webcast segítségével. Ladányi Tamás felvétele. Hát még jó, hogy a Budapesten látszott a hold, hogy a parlament valóban kiköltözött a túloldalra. Sajc András rajza, egyre kevesebben rajzolnak, nagyon kevesen, de ő olyan szép színes rajzokat csinált már 20 évvel ezelőtt is holdfogyatkozásokról. Most is még ezt a jó szokását folytatja. Várhegyi Péter felvétele. Teljes holdfogyatkozás. Azért van ott a tess. Multifüggő. Jónás Károly, szerintem ő is tatán volt, és a 8-as, 8 centis ED-vel fényképezte ezt a képet. Börülás Pálnak a képe. Itt még csillagok is látszanak. Ugye, hogyha valaki hosszat exponált, ugye szerencsére a tejútnak a peremén volt éppen a hold, tehát lehetett jó kis hangulatképeket csinálni. Még hosszabban kellett volna, hogy mutatok a végén, ha minden igaz, lesz olyan kép. Hát Budapesten alig látszik a hold. Pedig a Ladányi Tamás nagyon jó képeket tud csinálni, tehát szerintem a maximumot kihozta belőle. Pedig az ember azt gondolta, hogy azért holdat lehet látni Budapesten. Ha más nem is. Busa Sándor képe itt is. Hát ha sötét lenne, akkor azért több csillag jönne elő a képen. Ez egy montázs, ezt is a Sanyi csinálta. Tehát ez nem valódi, nem egy felvétel, hanem kettőt összedolgozott. De egyébként a távcsőben, amikor már elég sötét lett, tehát a holdfogyatkozás vége felé azért ilyesmi látványt lehetett látni. A sok csillag körülötte. Hannák Juditnak a rajzai. Nagyon szorgalmasan minden dokumentál, a honlapján meg lehet nézni. Szövegben is leírja, hogy ő mit látott, illetve nagyon sok rajzot készít a látványról. Egy 10x50-es binokulára, meg egy 13 centis Newton távcsővel figyelte meg. Dubek Laci felvétele ő Sopronba. Észlelt. Facsar Istvánnak ilyen hangulatképei vannak, ahol a bemutatóra összegyűlt sereg nézi a holdat. Ez is ugyanaz. Hatházi Csabának a fényképe csillagvizsgálójából. Azt hiszem egy 200-as Newtonnal, igaz? Nincs itt a Csaba. 200-as Newtonnal. Gyönyörű szépen látszanak a színek. Hát, hogyha valaki ugye hosszabbat exponált, akkor azért előjöttek ezek a sárgás-narancsos színek. Azért a fogyatkozás közepén vizuálisan sokkal szürkés-vöröses volt a hold. Igazából krátereket nem nagyon lehetett rajta megkülönböztetni, a tengerek úgy sejlettek. Hát van, aki azt írta, hogy az élesség állítással is gondjai voltak, amikor fotózni akart, mert egyszerűen nem volt mind. Tehát a holdnak a pereme is alig látszott. Olyan volt. A Csabának a fényképe, most már itt lassan jön ki az umbra közepéből a hold. Wingler Bélának a felvétele, ez is már kifelé jön, hát ez is jó sötét, tehát a sötétséget azért látjuk. Itt a Danyon besléssel voltak ugye a listán, nem viták, hanem egy eszmefuttatás, ugye ki hányasra becsülte. Ugye nagyon sokan egyből rávágták a nullát, mert hogy nagyon sötét, ők még ilyen sötét fogyatkozást nem láttak. Ha az ember azért megnézi a skálának a leírását, akkor azért valójában, hogy egyes és kettes között volt valahogy, hogyha ugye minden körülményt figyelembe veszünk, tehát a párásságot, a szürkületet és ilyesmiket, azért léteznek még sötétebb fogyatkozások is. Szerintem az a 92-es, ez még sötétebb volt. Hatházi Csabinak a fényképe valamilyen kisebb objektívvel készült. Kónya Zsolt felvétele, ezt nem tudom, hogy milyen távcsővel. Itt már, amikor jött a hold kifelé, azért látható, hogy
az umbra peremén azért sokkal fényesebb volt minden. Ott azért már eljöttek ilyen sárgás, narancsos színek, de hát az umbra közepe az baromi sötét volt, tehát az tényleg ilyen volt. Tehát amikor benn volt itt a hold, akkor ilyen elmosódott foltok voltak a tengerek, de egyértelműen. Itt még befelé megy a hold. Hihetetlen mennyi lámpa van itt. Ezen... De azért szépen látszottam. Szép, hát azért szép. Nagyon párás volt a levegő is, látszik, tehát... Látod a reflektoroknak a hát körülbelül ilyen volt szerintem vizuálisan, tehát aki távcsőbe belenézett. Kocsis Tóninak a 80x1002-es Zeissébe. Nagyon jól eltalálta szerintem, tehát a vizuális látványt nagyon, nagyon visszaadja ez a felvétel. Tehát tényleg ilyen határozatlan, piszkos, vöröses, szürkés. Itt már ugye kifelé jön. Ezen a képen is, és hogy egyre kijebb. Jónás Karcsinak a fénykép, ez a 80-as ED-vel készült. Kovács Attila műszert nem tudom. Itt már ugye a hold peremen megjelent a nap fénye. Kicsit Németh Kornél. Az ISS mellett ugye néhányan megfigyelték ezeket a világító felhőket. Az északnyugati horizonton. Nagyon sokan nem tesznek róla említést, tehát ott voltak, eléggé határozatlanul volt. A bemutatásokon ugye a másik népszerű célpont a Szaturnusz volt, akkor még jó magasan tartózkodott, tehát azt szépen lehetett látni. Illetve az M51-nek a szupernovája, ami akkoriban olyan 10 körül volt, aki egy kicsit híreket érdemel, akár egy kilométeres távcsőről is lehetett látni. Szerintem az élet. Az év legfényesebb szupernovája, bár még ki tudja, hogy mi vár ránk. Még egy galaktikus szupernova is lehet mínusz 12-vel. Hát még nem tudjuk. Az évkönyvben nincsen benne még. Németh Kornélnak a felvételei szépen összerakta. Ahogyan fejlődött a hold, ugye ahogy mentünk előre, lehet látni, hogy tényleg itt még a szürkület nagyon erős volt, és akkor a kilépés környékén már ugye akkor már azért szép sötét volt az égbolt. Pócsai Sándor felvétel, ugye őtől láttunk egy kelőholdat is. Rumpf Barnabás, itt már jön ki a hold. Hát amikor ugye már egy ilyen 10-20%-nyit kijött a hold az umbrából, akkor azért már belül szinte alig látszott valami a holdból. Tehát olyan sötét volt, hogy korábbi holdfotózásokkor, hogyha emlékszünk, akkor nagyon szépen látszanak még az umbrán benne a kráterek, tehát azért itt a földárnyék szélén sokkal fényesebb volt, mint most. Ladányi Tamás felvétele sorozata. Egy kicsit be kellene gyorsítanom, szerintem, mert megy az idő, igaz, és mindenki éhes. Szabó Ádám és Lénárd Gábor a sorozata. Nagyon szép, egyenletes időközönként gyönyörűen látszik szerintem. Tatai csillagvizsgálóból egy látványkép. Tóth Tamás képe még az árnyékban. Ezek Szitkai Gábornak a nyúli csillagvizsgálóból készült képe. Mátyásföldi repülőtéren Veréb Dániel fényképezte a holdat. Várhegyi Péter, ez szerintem a Budapest külvárosa lehet, ha jól emlékszem. Ott a hold, háztető felett. Jön a vonat. Egyébként tényleg olyan sötét volt, hogy aki nem tudta, hogy holdfogyatkozás van, és nem kereste a holdat, biztos, hogy nem vette volna észre az égbolton. Szerencsésebb emberek ugye egy kicsit délebre és kicsit nyugatabb, keletebbre élnek. Ez egy, hát ezt az internetről szereztem, itt nincs egy név, Bulgáriából egy kiváló asztrofotós fényképezte. Szerintem ilyen 15-20 képet rakott egymásra, és ott van a hold az M8-tól nem messze. Tőlünk ilyet nem lehetett volna csinálni, tehát valaki akármilyen jó fotós, nem volt ennyire sötét az ég.
Hát délebre kellett volna menni hozzá, ez ugyanaz, csak föl van egy kicsit nagyítva. Hát gyönyörűen látszanak ott a tejút csillagfelhői. Épp egy sötét köd környékén volt a hold. Ott a skorpió, ugye látjuk, hogy a farka is majdnem végig megvan, tehát nem Magyarországról készült. Ez pedig Teheránból, ez egy iráni amatőr csillagász, Amir Abol Fat. Igen. Tehát jó a holdfeltkozás napfordulókor. Egy csíkhúzós kép, Csörgei Tibor Sárrétről. Többen összegyűltek, ahogy fényesedett a hold. Dubek Laci képe, láttuk. Wingler Béla, ahogy jön kifelé a hold. Kicsit összekeverte szerintem, mert én ezeket névsorba raktam. Én úgy gyűjtöttem össze. Szerintem egy kicsit begyorsítunk rajta, jó? Molnár Krisztián ugyanúgy Sárréten pár percenként exponált, és így szépen összerakta a képet. Hatházi Csabáé, Kónya Zsolt. Jónál, hát ugyanazok a nevek. Na, akkor a holdfeltkozással végeztünk, és pár szóban arról, hogy mi vár ránk a jövőben. Idén lesz még egy teljes holdfogyatkozás, méghozzá december 10-én. Ez annyira mélyre nem megy. A másik probléma, hogy láthatjuk, hogy amikor kezdődik a holdfeltkozás, akkor még valahol a csendes óceán környékén kéne lenni. De szerencsére ugye december van, tehát a hold az nem ilyen alacsonyan jön, hanem meredeken föl az égbolton. És ezáltal a holdfeltkozásnak a végét, azt fogjuk mi is látni. Szerintem amikor teljesség idején fog kelni a hold, ha tiszta az idő, akkor biztos, hogy szépen lehet valamit látni belőle. Nagyon hamar magasra érkezik, és hát a kilépést a teljes árnyékból az látszani fog Magyarországon is. Érdekesebb a jövő év, hogyha van még annyi türelmetek. Jövőre lesz egy Vénusz átvonulás. Ugye 2004-ben volt utoljára. Panaszra semmi okunk nem lehet, mert azt végig láttuk. A 2004-est. Igazából a távcső feltalálása óta nem is volt még olyan Vénusz átvonulás, ami mondjuk Magyarországról teljes egészében látszódott volna az elmúlt 400 évben, és nekünk ez 2004-ben megadatott. Hát jövőre ennyire nem lesz szerencsés a dolog, de láthatjuk a Vénusz átvonulást. Ugye látjuk, hogy amikor belép a Vénusz, akkor még valahol Ázsiában vagy a Japán szigeteken, Japánba kéne lenni. Viszont amikor kilép, akkor Magyarországon már fel kell. Nem lesz túl magasan, tehát ugye a kilépés az 4 óra 49-kor van útében, tehát 3-7-kor reggel. Nagy tömegeket nem fog megmozgatni, mármint bemutatókat tartani. Június. Hát ez ugye az... Ugye Vénusz átvonulás júniusban lehet, meg decemberben. Most ugye júniusban van, majd 80 év múlva, nem, 100, 108 év múlva, decemberben lesz. Talán arról is van itt valami. Megnézzük azt is. Amíg élünk, remélünk. Merkur átvonulások majd lesznek. Ugye tőlünk látszik majd 2016-ban, ez délelőtt van. 2019-ben viszont ugye 15 óra 2 UT-kor, novemberben az már nem. Tovább kapcsoltam, nem? Nem, csak ja, az már, igen, hogy mindenki lássa. Hogyan is fog ez látszani? Ugye a Helmiksáik elmentek Vardőre azért, hogy lássák végig. Tudod, hogyha visszamegyünk, vissza lehet menni? Igen, az előző képre. Itt azt látjuk, hogy a belépéskor az Észak-Európában alacsonyan, biztosan, mert ugye ez éjfélkor van, 22 óra 9-kor, de akkor hát éjféli nap az fönn van júniusban. Tehát, hogyha valaki elmegy ide, Észak-Európába bárhová, akkor ő végig tudja látni a jelenséget. Ez a rész, ugye ami fehér, ott végig látszik. Itt ez a két vonal azért van, mert itt akkor kell a nap, amikor
A Vénusz ugye belép, elég nagy méretű lesz, ugye majdnem egy ívperces, itt pedig akkor kell, amikor már éppen előtte van. Látjuk, hogy Európából igazából úgy fog fölkelni a nap, hogy ott van előtte a Vénusz, és ugye itt lehet látni, itt akkor kell éppen, amikor már elindul kifelé, itt pedig abban a pillanatban kell föl a nap, amikor éppen kilépett a Vénusz mögül, tehát ők semmit nem látnak. Van egy érdekes terület, itt be van pontozva, Izlandra, ha valaki elmegy. Ott mit fog látni? A nap ugye éppen lenyugváshoz készülődik, amikor a Vénusz belép eléje, lenyugszik a nap, majd fölkel, és akkor kilép. Tehát nem kell annyira éjszakra menni, hanem hogyha valaki onnan nézi, akkor látja az elejét is, meg a végét is, csak a közepét nem. Mit lát az, aki itt van? Hát ennek az ellentétét, nem látja a belépést, viszont fölkel a nap, előtte van a Vénusz, és még mielőtt kilépne, le is nyugszik. Hát pont ellentéte ennek, ugye hát a Földön minden szimmetrikus. Hát aki ide utazik nyaralni, az nem fog látni belőle semmit. Kinek van terve arra, hogy elmegy éjszakra? Van-e itt közülünk olyan? Lehet, hogy népszerű lesz ugye a Helmiksa nyomdokán elmenni Vardőre. Szerencsére medárnap előtt vagyunk, tehát nem tudjuk, hogy ha esik, akkor előtte 40 napig esni fog, vagy nem. Meglátjuk. Jövőre lesz még egy látványos jelenség. A Hold elfedi a Jupitert. Június 15-én. Június. 6-ó 15. Nem, július. 7. hó, én rontottam el, belezavarodtam a június vagy július, igen, tehát július 15-én, gyanús volt nagyon. Július 15-én a Hold elfedi a Jupitert, méghozzá úgy, hogy ebben az állapotban fog kelni. Először fölkel a Hold, a Jupiter, ugye a fias tyúkot követi. Majd, ahogy szépen kelnek fölfelé, belépés előtt még följön a Vénusz is, illetve a... útébe van, tehát ez hajnalban van, az Aldebaran. Tehát nagyon szép fotósoknak, gondolom, nagyon kedvező lesz. Lehet, hogy tábort is lehetne erre szervezni, hogyha júliusban akarunk. Eső lesz. Nem biztos. Holdfogyatkozáskor se volt. Majd ugye a ugye nem csak a Jupitert fedi el, hanem a Holdjait is elfedi. Szép lassan belép ugye a Hold mögé, ott az északi peremén szép holdcsalló lesz, belépnek a nagy holdak. Szerintem nagyon látványos lesz. És még nem kell föl a nap, már azért szürkület lesz, amikor a túloldalon ki fog lépni. Ja, arról nem mentettem el képet. Mert az évkönyvben ez benne lesz, de szerintem érdemes megjegyezni ezt az időpontot is. Hát ez a jövőre egyetlen holdfeladkozás lesz. Az is penumbrális, szerintem tovább is léphetünk. Ez pedig a Merkur átvonulásról szól, ami már 2016, ami Magyarországról részben látszik. És ez mi? Ja, 2126-ban a következő Vénusz átvonulás. Decemberben van, tehát látjuk, hogy az elejét láthatnánk. Közben esik a világ vége. Ja, igaz. Annyira ne bánkodjunk, hogy borult az idő. Én köszönöm szépen, körülbelül szerintem ennyi volt. Ha van valaminek kinek kérdése, akkor föltartjuk.